221 versenyző vett részt a Cyclocross Magyar Kupa harmadik fordulóján, amelyet első alkalommal rendezett meg Ballószögön az MKB Cycling Team. Vasárnap rendezték a Cyclocross Magyar Kupa sorozat harmadik fordulóját, bár Ballószög először mutatkozott be házigazdaként, minden gördülékenyen zajlott. Köszönheted a szervező MKB Cycling Team tapasztalatának, akik 2013 óta rendeznek Cyclocross versenyeket, és a településnek, amely elkötelezett támogatója a sportnak. Amúgy én egy picit szkeptikus voltam ezzel a versennyel kapcsolatban, hogy itt nálunk hogy meg zárt pálya, meg minden, de úgy gondolom, hogy most egy olyan emlékezetes pályát sikerült itt a Szánkozódomban, meg a Kondi Parkba építeni, hogy azért feladta a leckét még a hegyvidékről érkezett versenyzőknek is, úgyhogy nagyon örülünk neki. Az időjárás az velünk volt. Település azt gondolom, hogy mindig pozitívan áll ezekhez a versenyekhez, hiszen itt most már volt szánhúzó kutyaversenytől elkezdve, nyilván minden évben a nyakvágó túra. Hiszünk abban, hogy a tömegsport bázis kiszélesítésével azt gondolom, hogy egyrészt egy egészségmegőrzés, rekreáció, ez szerintem egy település életében, vagy a mai életünkben ez mindenképpen nagyon fontos, hogy a része legyen. A pálya nem csak a házigazdának, a versenők szerint is izgalmas lett. Erről beszélt Málnási József Attila is, aki Marosvásárhelyről érkezett. A nagyváradi fiú igen tapasztalt, ugyanis országos bajnok U17, U19, U23, valamint elég kategóriában ebben a szakágban. Egy elég érdekes pálya volt, mondhatni, hogy nem volt annyira gyors, technikás részekkel. Én mivel, hogy sokat montizom is, nekem ez a pálya nagyon bejött. Tehát sok montis rész volt, meredekebb dombokkal, több éles kanyar, nem dominált a sebesség. Tehát az országúti sokat ez nem feltétlenül segíti, de mivel, hogy én úgy országúti szeretem, mint a montit is, ez nekem nem jelentett problémát. Kicsit rosszul esett, hogy az utasok kört elhibáztam. Egész végig olyan jól haladtam, hogy semmi hiba nem történt, úgy a bringa szempontjából, úgy technikailag, és az utasok körben sajnos itt az egyetlen nehéz részen, úgymond ezen a kisebb dombon, ahol ki kellett mászni homokos részen, ott én úgy tudtam, hogy még egyet tudok fennebb váltani, és sajnos már nem volt, így visszaesett a lánc, és nem tudtam tovább haladni. Le kellett szökjek a bringára, és ott az Epronex-es srác az egy ilyen 3-4 másodperces előnyt szerzett, ami már így az utolsó 300 méterre, úgymond nem technikás rész, több egyenes szakaszsal, ő tudni, hogy erős országút is bringás, lehetett tudni, hogy több mi valószínű, hogy megtartsa. Próbálkoztam ledolgozni, de mivel, hogy megnöveltem nagyon a sebességet, kezdtem is hibázni, aztán úgymond beletöröttem egy pár másodperc alatt, hogy most ez sajnos elment, de én biztos voltam, maga biztos voltam egész verseny alatt, hogy nem, nincs ahogy elveszítsem a második helyet, nincs semmi probléma, de ez megtörtént. Most én reménykedek, hogy a következő versenyekre, amire még visszajövök, jobb lesz. Akivel pedig a székely bringásnak meg kell küzdeni a következő versenyeken, a dobogóért Búr Zsolt, aki toronymagasra hatalmas előnye nyerte a ballószögi futamot, annak ellenére, hogy rengeteg problémája akadt. Elég sok minden történt velem így a futam során, igazából estem is egy elég nagyot, és akkor a bringám is tönkre ment. Akkor bicót kell cserélnem, aztán utána az sem volt a legtökéletesebb, mert ott defektet kaptam, akkor ott kereket cseréltünk, tehát nyilván bicót cseréltem, akkor azon kereket cseréltünk, akkor visszacseréltem a bicót. Nyilván cyclocross, tehát ez ugye mindenhol maxon megyünk, tehát ez a bringa tönkre megy, ugye itt lehet bicót cserélni, meg kereket, meg mindent. Úgyhogy hál' Istennek sérülés nélkül megúsztam, bár most így fáj azért a jobb oldalam elég rendesen, de azért rendbe jövök valószínűleg. Igazából nagyon úgy tűnt, hogy még így se volt ellenfeled. Hogy van ez a sorozatban? Ugye ez volt a harmadik futam a Magyar Kupába, kettőt nyertem, az egyiken külföldön versenyeztem, amikor a második futam volt. Nem igazán az összetettre megyünk, vagy legalábbis én nem az összetettre megyek, csak így versenyezni szeretnék meg. Hát a gyerekek versenyeznek délelőtt, és akkor velük jövök, versenyeztem őket. Tegnapi Szlovákiába versenyeztek, én nem álltam rajthoz, mert hogy inkább őket segítem.
Úgyhogy most már azért ez van az előtérben, hogy a gyerekekkel foglalkozom. Eddig is így volt igazándiból, de most már nyilván jön a nyugdíj, és akkor így ők a prioritás azért számomra. Az utánpótlás nevelésre fektet nagy hangsúly Sáfár Tamás, a Kecskeméti MKB Cycling Team csapatigazgatója is. Amellett, hogy a fiatalok már megkezdték a felkészülést az országos szezonra, új igazolásokkal is erősít az U23-as elit korosztály. Bringa tanoda néven pedig kerékpáros tanfolyamot szervez a kisgyerekeknek. Szeretnénk tovább lépni, az utánpótlás bázisunkat szeretnénk tovább növelni. Elindultunk a közeljövőben egy kisgyereknek szóló, hívjuk tanfolyamot. Nagyon-nagyon népszerűnek indul, csak ugye az idő az most egy picit megrekeszti ezt a dolgot. És a 15-től 23 éves korú fiatalok, amit említettem, már elkezdték a felkészülést az országúti szezonra. Lesznek új igazolásaink az U23 elit kategóriába, és szeretnénk nagyon sok külföldi versenyen indulni. Alapvetően a V4-es versenyeken, a V4 országainak a versenyén szeretnénk indulni. Nagyon-nagyon jó versenyek vannak, és nagyon-nagyon erős a mezőny. Még oda is bele kell, hogy erősödjünk ebben az évben, ez az alapvető cél. Nagyon-nagyon sok úgynevezett UCI versenykilométert teljesíteni. A hazai rendezésű verseny hazai érmeket is hozott a szurkolók nagy-nagy örömére, akik hangos ovációval buzították a kecskeméti versenyzőket. Közülük lehet, hogy többen is visszatérnek majd, de nem csak nézőként, hanem a hobbi kategóriában.